régebben sokat szerepeltem a tévébe, most kevesebbet, úgyhogy jövök tüntizni. Jó, hogy ennyien gondoljuk, hogy fel kell emelnünk a hangunk a kormány politikája ellen, de rossz, hogy ez lassan havi rutinunk elkezd válni. Van annak valami szimbolikus jelentősége, hogyha egy törvényhozás a gyerekeinkhez és az unokáinkhoz akar hozzányúlni. Én kérem, ennek a felelősségét éljétek át. Jön egy felháborító dolog reggel, majd utána jön egy délután, jön kettő másnap, hajléktalan embereket, immáron 150 ezer forintra, vagy 60 nap azonnali börtönbüntetésre lehet ítélni. Egy szabolcsi kisfalu hátsó padjából indulva, sohasem gondoltam volna, hogy tömegek előtt beszélhetek. Tiltakoznunk kell, amikor a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának árát a legszegényebbekkel fizetteti meg. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, tárgyalást kezdeményezek az IMF-fel. Azt mondják, az IMF valószínűleg velem nem fog szóba állni. Ez speciál lehet, hogy nekem rosszul esik, de nem baj, megnyugtató. Az IMF akkor mégiscsak egy komoly társaság. Követeljük az IMF-fel folytatott tárgyalások részleteinek és eredményeinek azonnali nyilvánosságra hozatalát. Nézzük meg, van-e arra lehetőség, hogy a kormány és az IMF közötti tárgyalásokon civil megfigyelő jelen legyen. Elég volt a kormányzati hazudozásból. Hétfőtől el fog indulni egy levélkampány a Millások Facebook oldalán. Hajrá okos ország, hajrá okosok! Köszönöm szépen, maradjatok együtt tavaszig!